Mozgalmas éve volt Várvölgynek 2021-ben. A település korábbi nevét Zsidet 1121-ben említették először, így 900 éves évfordulójukat ünnepelték egész évben. Ehhez több program és fejlesztés is kapcsolódott. Ilyen volt például a közösségi kemence avatása is. Ebben többször készítettek kenyeret, laskát, pizzát, vagy karácsonykor az óvodások mézes kalácsot is. Ugyancsak a jubileumhoz kapcsolódott a határkő méltó helyre való emelése. Itt volt 1944 előtt a két településrész, Alsó és Felső Zsid között húzódó határvonal. A kő feletti kovácsoltvas kapu egybeforrása is a két rész egyesítését jelképezi. Ez egy régi vágy volt, mind a képviselőtestületnek már 2014-es megalakulása óta, mind pedig a helyi időseknek egy régi kérése volt, hogy a földbe süllyedt követ, amiről sokan azt se tudták, hogy micsoda, emeljük méltó helyre. Fejlesztések is valósultak meg a településen 2021-ben. Pályázatból valósulhatott meg a Temető utca aszfaltozása, valamint a településfásítás program keretében 10 királydió és 20 magas kőrisfát tudtak elültetni. Folytatódott a kultúrház felújítása. A második ütemben a belső térben sikerült korszerűsíteni a villamos hálózatot és a vizes blokkokat, valamint új álmennyezetet is építettek. Emléktáblákat is helyeztek el az épület falára. Ebben az évben a külső homlokzat és a lépcső felújítására szeretnének forrást nyerni. Barca Balázs elmondta, 2022-re már két elnyert pályázatuk is van. Az egyik a Kossuth utcai járda folytatása, ami most már így végig fog érni a Kossuth utcán. Valamint Magyar Falu programban nyertünk a tavaly évben az óvoda játszótér, óvoda udvar fejlesztésére támogatást. Az is most tavasszal fog megvalósulni. És hát bízunk benne, hogy az idei Magyar Falu programban is minél több pályázatot sikerül majd elnyernünk. A pályázatokat már írják, ezeket februárban kell beadni. A tervek között szerepel közterületi kommunális eszközök beszerzése, a hivatalépület korszerűsítése, valamint a temető felújítása is. A megszokott programokat szeretnék ebben az évben is megtartani, ha a járványügyi szabályok is engedik. Várhatóan megrendezik többek között a Vincepince túrát, a terepakadályfutást vagy a hagyományos laskafesztivált. Az 1040 fős település lakossága kismértékben csökkent az elmúlt évben. 15-en hunytak el, és 5 baba született. Ebben az évben azonban már 7 kismamáról is tudnak, így bíznak abban, hogy az év végére magasabb lesz a születésszám 2022-ben.